A többi érintett nép szempontjainak létjogosultságát is el kell ismerni. És maga a törvény hív más nemzeteket sértő hibáink belátására és a tanulságok levonására. A megértéshez azonban tárgyi tudás is szükséges. A szomszéd népekkel közös múltunk, ha ismerjük, és nyitott szívvel közelítünk hozzá, szilárd alapja lesz a kívánatos együttműködésnek. Jó indulatú és felszabadult kölcsönösségre kell törekednünk. Ha mi elvégeztük az önvizsgálatot és empátiába viseltetünk partnereink iránt, nyugodtan nézhetünk szemükbe, ragaszkodhatunk jogainkhoz, és képviselhetjük álláspontunkat, amely befogadó és pozitív. Akkor fenntartás nélkül és örömmel szerethetjük közös hazánk egészét, egykor közös hazánk egészét, mint ahogy ezt 4 évvel ezelőtt a Besztercebányai Egyetemen szlovák hallgatóknak mondtam, kérve őket, hogy ők is tegyék ugyanezt. De vajon hogyan és mikor jutnak ide a szomszéd népek? Ott ugyanis azt a hozzáállást örökölték, hogy a magyarok kisebbségi jogainak teljessége, lásd a fent ismertetett követeléseket, a nemzetállamuk egységét fenyegeti. A magyar veszély több országban beépült a politikai eszköztárba, és akkor is használnák, ha nem lennének ott magyarok. Széles és megalapozott értelmiségi véleményt tolmácsolok a határon túlról a tisztelt országgyűlésnek, amikor azt mondom, hogy a szomszéd népek magyarokkal kapcsolatos értékrendjének megváltozása nélkül nincs végleges és megnyugtató megoldás. Bizonyos jogok megadása, elitek közötti megállapodások, akár kormányzati részvétel, vagy másfelől jó gazdasági és személyes kapcsolatok, mindezek taktikai eredmények, amíg a magyar ellenes doktrína bármikor helyreállhat. Addig ugyanis a kisebbségi lét eredendő bizonytalansága fennmarad. Azt a tanácsot és azt a kérést közvetítem a Magyar Országgyűlésnek, de minden magyarnak is, hogy forduljon közvetlenül a szomszédos többségi népekhez, saját nyelvükön, és folyamatosan tájékoztassa őket a magyarokkal való viszonyt érintő összes kérdésről, az együttműködés esélyeiről és előnyeiről, és egyébként is ismertesse meg velük a magyar kultúrát. Azt is tudjuk, hogy Magyarország tekintélye milyen sokat segíthet az ottani magyaroknak. És nem becsülhetünk le semmilyen részeredményt. Még a kisebbségi jog gyakorlása is, jó magyar iskolák, sikeres magyar politikusok javunkra befolyásolják az ottani közvéleményt. Tisztelt Országgyűlés, nem vagyunk egyedül abban a felismerésben, hogy a kulturális nemzet fogalma, elismerése és használata, továbbá megfelelő intézményesítése megfér a politikai nemzettel. Sőt, megoldást jelent mind a külső, mind a belső problémákra. Április 16-án Pécset a horvát és szerb államfővel közösen deklaráltuk, hogy a kulturális nemzet fogalmára alapozva régiós követelményeket állítunk a kisebbségi kérdés kezelésére, beleértve a kollektív jogok megadását és a kulturális autonómia gyakorlásának demokratikusan választott saját intézményeit. Tisztelt képviselőasszonyok és képviselőurak! Ez az országgyűlés fontos törvényeket hozott a magyar nemzet egységének szolgálatában. Ezt az emlékülést is ebben a szellemben tartjuk. Ideje volt már, hogyha a magyar nemzet egészéről és sorsáról beszélünk, ne fájdalommal teljen meg a lélek, hanem az együttlét örömével. Nagyon sok múlik önökön, hogy ez az öröm megmaradjon az egész nemzet számára.
Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel megköszönöm köztársasági elnök úr szavait. Most pedig felkérem Németh László nagybecskereki megyés püspök urat, fáradjon a szolnoki emelvényre, és tartsa meg emlékbeszédét. Excellenciás köztársasági elnök úr, mélyen tisztelt miniszterelnök úr, excellenciás házelnök úr, a történelmi egyházak tisztelt képviselői, a diplomáciai testület Magyarországon akkreditált excellenciás tagjai, tisztelt ház, hölgyeim és uraim. Az igazság szabaddá tesz benneteket. Olvashatjuk János evangéliumában, a 8. fejezetben, 32. versben. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor, talán 996-ban, valószínűleg a kölni székesegyházban Adalbert prágai püspök megkeresztelte Géza magyar fejedelem Vajk nevű fiát. A fiatalember a keresztség vizében az István nevet kapta. Ezt tartalmazza a legkorábbi István legenda, az úgynevezett Nagyobbik, amely szerint, idézem, az Isten kegyeltje Adalbert püspök kente meg őt, Vajkot, hitének igazsága szerint a keresztség olajával, és ő maga lett gyámola. Idézet vége. Ezzel az egyházi cselekménnyel a magyarok beléptek az európai, úgynevezett civilizált nemzetek családjába. Abba a családba, amelyet a kereszténység formál, mind a mai napig kitörölhetetlen jellegzetességeivel. Ilyen jellegzetesség például a kultúra a legszélesebb értelemben. Egyházi és világi zene, szakrális építészet, az egyházi oktatáson alapuló iskolarendszer kiépítése. De ide tartozik a keresztények karitatív tevékenysége is. Az első kórházakat elkötelezett hívők alapították, köztünk népünk büszkesége Árpádházi vagy magyarországi Szent Erzsébet. A kereszténység bölcsen felhasználta már létező alapokat, döntően hozzájárult a nemzetközi jogrendszer kiépítéséhez. Amire pedig a legbüszkébb lehet, a zsidó-keresztény hagyományból kiindulva megteremtette az emberi személy méltóságának igazságát, amely hirdeti az élet szentségét, tiszteletben tartását és köteles védelmét. Tudom, hogy ez a kijelentés sokak számára furcsának tűnik, különösen azoknak, akik nincsenek jelen ma a tisztelt házban. De legyen szabad egy kérdés feltennem azoknak, akik mindezt furcsának találják. Miért nem született meg az emberi személy méltóságának és személyes szabadságának a gondolata, majd gyakorlata abban az értelemben, ahogy ezt a mai modern társadalomtudományok használják, és ahogy az európai államokban ezt az állampolgárok megélhetik, olyan kultúrkörben, ahol nem a keresztény vallás befolyása volt a mérvadó? Miért nem született meg más kontinensen? Ez a keresztény értékekkel átszőtt kultúra, minden pozitív és negatív tulajdonságaival, évszázadokon keresztül többé-kevésbé meghatározta Magyarország életét. Ezt a Magyarországot darabolta fel a trianoni békeszerződés, vagy békediktátum.
De ez a történelmi esemény sem tudta megfojtani a magyarság életerejét, bizalmát Istenben, hazájában és szebb jövőjében. A Szent Istváni örökség beteljesedése, hogy Magyarország ma az Európai Unió tagja. Annak az uniónak, amely a II. Világháború borzalmai után született meg. Azokban az időkben több politikus is dolgozott annak érdekében, hogy minden áron megakadályozza a háborús borzalmak megismétlésének még csak a lehetőségét is. Olyan országok képviselői, akik évszázadokig háborúztak egymás ellen. Hárman közülük, akik meghatározó szerepet játszottak e gondolat megvalósításában, méghozzá Alcide de Gasperi, olasz miniszterelnök és külügyminiszter, Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár és Robert Schuman, francia külügyminiszter, amikor találkoztak, hogy az európai kapcsolatok újrakezdéséről, majd egy eljövendő európai közösség alapjairól tárgyalnak, minden munkanapjukat szentmisével kezdték. Tisztelt országgyűlés! Minden ember, minden nemzet, minden vallás egyik legmeghatározóbb hagyománya és gyakorlata a megemlékezés. Amikor együtt vagyunk családtagjainkkal, találkozunk ismerőseinkkel, vagy Isten tiszteletet tartunk, megemlékezünk a múltról. Az, hogy a Magyar Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, bizonyítja, hogy a magyarok, mint nemzet, meg akarnak emlékezni erről a 90 évvel ezelőtti, a mai napig fájó történelmi döntésről. Ezt idézzük fel ma Magyarországon és világszerte, ahol magyarok élnek, alkotnak, gazdagítják jelenlétükkel új hazájukat, de szellemileg kapcsolatot tartanak a magyarsággal. A megemlékezés szerves része a kereszténységnek is, amely isteni kinyilatkoztatásból is az első, mi általunk ószövetségnek nevezett Isten és ember közötti párbeszédből nőtt ki. A hívő ember megemlékezik Isten csodás tetteiről az emberiség történelmében. A keresztény hívő megemlékezik Jézus Krisztus életéről, haláláról és feltámadásáról. Ebben a megemlékezésben benne van a valóság elfogadása, hogy élt köztünk egy ember, aki sokak számára nem csak ember, hanem Isten ember volt. Benne van a tragédia, a kereszt halál, és benne van a mai valóság, hogy ő a halálból feltámadott és él. A trianoni megemlékezés a magyar nemzet történelmében jelképesen visszatükrözi a kereszténység legnagyobb, előbb említett igazságát. Volt egy Magyarország, amely itt virult.